Az Unibet támogatta ezt a mini gyógyszeres vérem? 16 éven aluliak számára nem ajánlott. De most ami oda mennék hozzád, nézd meg a járásomat. Látod? Kecses, nagyon kecses. És mondd azt, hogy nem kívánt. Nézd meg azokat a farpofákat. Hallottam, teljesen megkívántalak téged. Hát azért mondom. Egy 5000-esé úgy berántalak, mint egy damilos fűnyíró. Most fel fogok olvasni Máté evangéliumából. Oké? Okay? Hogy megtisztulj. Azért gyűltünk ma itt össze, hogy Jakabot megtisztítsuk. Fitma lecsapással tudod megbocsájtást nyerni az univerzumnak, de... Ó, az mondjuk érdekelne. Azt van pézed? Mert amúgy hogy eddig... Hogyne volna? Eddig 75 ezernél járunk, csak mondom, mert ez nincs ingyen. Látszok, valaki el tudom vinni az autós iskolához légy. Na, állítsd már le magad, mit kéregetsz itt, bazd meg? Fékezd már magad, gyere ide! Na gyere, elviszlek, hallod, gyere, na. Na, azt mennyi pénz van nálad? Most nem az, hogy megbáncsolok. Na jó. És akkor mennyit szántasz a fuvarra? Mennyi nem hiányzik? Mondd ki, ne szégyeld a vékony pecsöt! Nem vagy valami beszédes, more? Hát mi van veled? Na az a baj, nagyobb hallok. Jelbeszéddel tudok kommunikálni. Vágod? Elvéletnek a tapavágót! Ne ordibáljál, bozd meg! Fejezd már, mert te hülye vagy, bozd meg! Na, bocsánat a testvérem, miért azt szeretnénk, hogy ő elvinne minket a fovágóhoz. Én belülök magam mellé, a testvérem meg itt hátra ül. Figyelj már ide, te rakló. Mennyi pénz van nálatok? Van nálam 5000 dollár. Na hát, azt tudod mire elég? Na. Arra, hogy eltakarod innen a kurva anyádba. Nem. Ki vagyok éhezve már? Ki vagy éhezve? Azt azért jöttem tarhálni, hogy nincs egy kis apró. Kokóke. Marad nekem kenyér kell, meg párzsi. Kokót azt rogad. Hát... azt olyan jó csisőd van, én azt hittem te gázsi vagy. Meg lehet fogni. Megérinthetem? Persze. De ingyen vagy mennyiért? Hát 2000, beülök magam mellé, ha gondolj. 2000-é? Na marad 2000-é egy sarokkal arrébb már legyenlek derékig, mint az anakonda. A fasz, hogy... Hát mondom neked... 1000 centis faszokkal esett. 1500-é. Úgy lerántanak, női orgazmusom volt a múltkor. Nem kamozok. Fröcsköltem, mint egy lukas lag, more. Na most akkor mennyi legyen? Te azt van nálad egy kis apró? Most csak veled akarunk beszélni, csöcsös Pali. Figyelj már. Na. Van egy nagyon jó üzlet a számodra. Kit kell lesz? Mindenkit, de ez nem tartozik az üzletbe, ez gratis. Mizó, téged kerestelek, Laci, te vagy az? Kicsoda. Hát te vagy Laci, more, hát ne hergelj már föl. Áj, nem Laci vagyok. Hát dehogy nem, a meleg párkeresőn írtál rám, hogy Laci vagyok, itt találkozzunk. Te vagy az. Hülybe Laci elvisztek, azt kikormollak. Oké. Figyelj, mert megkérdeztetem, mi a neved? Laci vagy, nem? Te is Laci vagy. Laci vagy? Igen. Laci vagy? Igen, pontosan. Milyen Laci? Maci. Szerintem is. Maci Laci, te vagy? Itt nem tudom, azt is megkedtem vele. Egyébként mi is a neved? Mi nem is mondtad a nevedet? Nekem? Aha, persze, hát szerinted kiét. Hát én csak tudjam, hogy kinek adok egy kis pénzt, mert jó ember vagyok. Az én nem... Erika. Erika a viking? Elika. Nézd ki szád. Na válni, kiszerek egy kis pénz, benne van a kis tizé. Gyere már ide, halott, figyelj már, ilyen holát sapkát hol lehet venni, csoró? Ilyen sapkát? Adj már egy kis pénzt, nem látod? Figyelj, uram, amit én láttam, az az volt, hogy maga konkrétan bukfencelt a levegőbe, úgy hát, neki ment. Hát azért, mert nem tudom milyen szereket fogyaszt, de itt nem volt semmiféle bukfencelt. Jó estét kívánok, főnök! Egy pillanatra! Jó estét kívánok, mondja csak uram! Az van, képzeld el, hogy múltkor mentem maga fel, az nem volt rajtam lajbi. Tehát nem vagy egy írégy. Az bevert a nátha, azóta köhögök, mint egy szamár. Tudnál segíteni? Na, hogy segítek, uram, jöjjön csak. Megnézzük a kis köhögést. Csak annyi, hogy a nadrágomat ne kelljen már levenni, légy szíven, nem szeretem az ilyen. Nem lesz baj, amúgy szép a nadrágja. Köszönöm. Anyámé, amúgy csak... Na, uram, kérem, ez üljön fel oda arra az ágyra. Ide, a földre ülök, mert nem akarom, lehet, hogy szaros a gatyám, azt nem akarok fölülni az új ízé lepedőre. Értem. Hát, úgy is kikezik a lepedőt, nyugodtan üljön fel. Nyugodtan. Itt maradnék, doktor úr, így érzem magam komfortosan. De azt nem beszéltük meg, mennyibe kerül.
Mennyi lesz a vége? 40 ezer, kereken bár. 40 ezer? Azt a kurva, jó drágán dolgozó. Nem engedjél már diák kedvezmény? Á, nálunk nincsenek ilyenek sajnos. Zokni? Van nálam egy pár zokni? Valamit engedjél már belőlem arra, 40 ezer? Hát mi pénzek azok? Jó van, akkor mit szólsz 25-höz? Na látod, jó van, jó gyerek vagy te, na, legyen! Nagyon nagy faszod van, kösz szépen! Szurkolok ám, hogy összejöjjön az a kis faszaladával valami csajszik. Jó van, kösz, majd küldök egy dick picket. Egy ezeres, egy liter, hány liter kő? Mondd ki. Annyi kéne, hogy el tudjak venni a benzinkút. Hát azért mennyi pénz van nálad? Na. Hát van nálam egy 50 ezer. 50 ezer? Hát az 50 liter. Köszi! Küldjél már ne spanglit, more. Látom, hogy be vagy sárgóba az idegtől. Ja nem, hogy alapból, jó van. Picám, ez cunavic volt, ez nagyon izé volt. Ilyen rasszista, ez nagyon rasszista. Ez nem volt rasszista, more. Én így de mondom neked, de nézni már, mert cigány vagyok, én nem vagyok rasszista. Hú, ezt nem lesz meg. Jó napot kívánok, segítség már! Jó napot! Hát jó napot, nem jól magál, Adik. Jöjjön már segíteni, mert haldoklik a cimborám maga, orvos! Én nem vagyok orvos. Nem pofázz! Felhasználások nem mentek. Orvos vagy, vagy nem vagy? Nem vagyok orvos. Ne hazudjál már! Azt figyelj már ide, te bánat bicikli! Látom, hogy téged ott az ördög megszáll. Ezért raboltunk el téged, hogy megtisztítsunk a mai estén, a Bibliából fog felolvasni. Máté Evangélium a harmadik bekezdés, negyedik faszom tudja mi. Készen állsz? Uram, biztos van nála pénz. Van nála pénz. Pénz van nála. Szerintől az összes pénz. Szóval az kevés. Biztos, hogy nem annyi lenni lána. Még hogy vérszemet kaptak a pénzre. Mondd meg őszintén, te bánod, pénz van nála. De most figyelj ide rám először is, nézd a szemembe. Figyelek. Figyelj, mondom rám nézzé te. Karácsonyi dalokat ismersz? Jaj, nem. Mondom, ismersz karácsonyi dalokat? Nem. Ne hazudjál nekem, ne hazudjál. Először is egy dal szeretnék tőled hallani, mert megmondom őszintén. Így van. Egy karácsonyi dalt. Durrogtass bánat! Durrogtass már a maszkod, nincs maszkod már. Én nekem ez a maszkom. Az összes igaz. Hát nézd már le, miért szólni a hozzát. Egyetek már faszomba, de bohockodjatok már itt nagyra blákba. Mondom, karácsonyi dalt akarok hallani. Figyelj ide, segítek, most segítek neked. Mert mondom őszintén, szimpatikus gyerek vagy. Meg kicsit be is jössz. Nagyon jó pali meg. Na úgyhogy együtt fogunk énekelni, oké? Okay? Jó. A Hullahó és Hózigzike című dal. Hózigzigzig, Mici Mackó. Mici Mackó, Vázigzig. Nagyon jó. Hangosabb már egy kicsit, mert nem hallom. Let's vesz, meg egy kis több élet előtt adjál fel. Hullahó és Hózigzig. Hózigzig, Mici Mackó, Vázig. Na látod, ez már valami. Ez már magammal viszek az élő showba. Jó, most pakold ki a pénzedet, na, pakold ki. De Óci, mondom amúgy, hogy azért, nem tudom, elvegyük az összes pénzét? Na persze, hát rablók vagyunk, geci. Ha meg ne sajnáld, Mádi, mi van veled? De olyan gondolatú lett? Olyan jó énekelt, bassz meg. Hát akkor mindegy, te döntöd el, hogy jó. Figyelj ide, mennyi pénz van nálad? Hát most ennyit adtam oda, ez volt az. Hát értem, hogy ennyit adtam, de mennyi van nálad? A bankban van még, vagy 3 millió. Jó, akkor gyerünk a bankba! Tácius! Ne civász! Tácius! Megyek ma mindjárt! Tácius, van nálad apró? Lelaktad az aprót ott rakszáltél? Be. Nem csak a pénzt tenném be, az a helyzet, ciao. Opa, bocsi, ez most nem azért volt, ez most nem azért. Biztos izé, pikkősz rám, more, pikkősz! Nem, de... Magyar gárda! Dika, verd be a Heimlich fogássorú! És mit felszálkodnak itt? Hát, izé, semmit, amúgy berobbant a benzinkút. Mert hogy a kisfiam hangját felismerem. De hol nem van, kisfiam? Van itt, van itt, van semmit. Nem csináltunk is semmit. Anyu, ki az? Te vagy anyu? Adj már pénzt! Küldjetek! Leszett az első hó, de leszánkozni de ló. Titkot lehet a kupat, hali hali ló. Kelek ember nézd lám, szene színből cillog lám. Hol lehet, tépa nagyon jó vagy csak. Nézd vigan, szaltán, mit tudod? Cingilingiling, cingilingling, szól a kis halang, száncengő. Jó estéket kívánok! Ez mi az a buzi szeptik faluból? Mi az a full fekete? Csak nem diszkóba készülnek menni? Te, éppen oda készül. Na, melyikbe megyünk? Akkor valami biztos van pénz! Van pénz a zsebben! Így van-e? Kapica. Igen, van nálunk egy kevés pénz. De világítsz el már, Dante, tenni el? Jó, van akkor bazd. Dante, ez komoly. De...
Dante tudsz lenni, persze. Dante, igen. Tegnap találkoztunk, most kirabolsz még? Baszd meg! Micsoda? Az nem az a Dante lenni, kuszoljál! Még a telefon számod is. Kuszolni elő nem az? Na, kusz Dante, légy szíves. Azt a kurva! A voltatok? Mi? Az üzletben nem lenni balátszágban. Igen, éppen diszkóban jön. Ez nagyon nagy. Elvál egy egyszerű, elrottó az egészet. Én rottam! Mentésnek szeretnék jelentkezni. Na nálam lehet, gyere. Oké. Gyere, ülj le ide. Egy pár kérdést jó lesz nekem állva is, állva is jó lesz. Mondom nekem, ülj le, leszemtelenkedjél, a mentős akarsz lenni, szót fogadsz, mert én vagyok a mentős tiszt. Ülj le oda! Szóval felteszek neked pár kérdést, és utána el fogjuk dönteni, hogy alkalmas vagy-e, vagy sem. Rendben, rendben. Foglalj helyet. Né, nagyon jó vagy eddig, eddig nagyon tetszel. Készen állsz? Mondhatod a kérdéseket. Az első kérdés, mi van akkor, hogyha lüktető vérzés különböző testnyílásokból előtör? Mi a teendő, testvér? Zárni a vérzés. Hát de hogyan zárod el, te bánat? Nyomókötésre. Egy golyós csappa, vagy mi a fasz? Na látod, de jó vagy nyomókötés, így van, úristen. Nagyon jó válasz, helyes a válasz, jó az utolsó kérdés, pedig készen állsz? Igen. Ha egy kígyó a fejétől a farkáig 23 méter, eddig megvan? Igen. És a farkától a fejéig 12. Megvan. Akkor hanyas a lába? Nem tudom. Hát se hányas. Se hányas, biztos? Jelöljük meg? Biztos, tuti. Nincs is lába. Hogy ne lenne lába? Milyen kígyó robot szó? Nem volt az megmondva, hogy lábatlan kígyó. Ciao egyébként azt mondta nekem egyszer, hogy neki Twix-e van, szóval két fasz. Jó, ez kalamellász is enni. Kalamellász. Az, hogy te vagy már egy kalamellász. Abba a maszkoltba menni, maszkoltba menni. Maszkolt? Az hol a gyászba van? Persze, persze, egyen nézé, aki... Almándom minden be is elölni. Szerintem tudni mellé lenni? Alalak, nanyát, szokat járni arra. Jó, megvan, megvan. Az a baj, hogy arra én is, az a baj, hogy arra én is sokat járok. Már vettek a faszokba. Jó, hát most... Balabat fejű disztó! Nem, hogy örülni, hogy jobban vagyunk anyáddal, Lemore! Uram! Na mi van, helyen? Tudnál adni egy kis aprót? Ja, nézzél már, nem tisztakosz vagyok, te bánat! Egy deck van a zsebemben, egy elszívott cigi! Annak is a fele! Jézus! Hallod? Jézus! Fodrásszal mi van? Összeveszed vele? Fodrásszal összeveszed? Vagy mi történt? Elhagyta a számát? Meg a kábítószeres? Kábítószeres, nem bír válaszolni! No, akkor válaszoljál, kedves Joseph! Joseph, maga fogyasztott valami kábítószert, látom akkor a pupillája, mint a lapos tányér. Fogyasztott valamit, ne hazudjon nekem! Nem igaz? Hamburgert! Akkor lehet a koleszterinje magas. Egyébként én már régóta akarom mondani, hogy indián spirituális megérzéseim vannak. Ez egy veszélyes környék. Úgy hívtak, hogy Zubogó folyó, az az indián nevem. Mert mindig nagyon sokat kell húgyoznom. Ki szeretné kihallgatni? Ciao! Hát én persze, természetesen. Jó, akkor ezt rád bízzuk. Hullám hallani engem, a kurva isten baszki meg. Jó, írom akkor, jó? Tehát... Szóval, ki lenni az összes Balátja? Én nem játszani, én nem lenni józalú. Én kivágnám a nyelvedet a gecibe. Egyébként tényleg igazad beszél, vigyázzon vele, mert nagyon hirtelen haragul. Remélem felfogni. Nagy kínai törpe van, nagy kínzó berendezés. Szóval, milyen bandához tartozom? Mondd meg nekem. Egymagú vagyok. Milyen egy tagú lenni, akkor miért voltatok többen? Légy szíves. A barátaid ott voltak. Neveket szeretnék hallani, neveket. De jó neveket szeretnék hallani. Nem jó neveket fejből. Figyelj, Ceo, lehet, hogy amnéziát kapok, figyelj vele. Igen, hirtelen megijedtem. Megijedtél, mert mindjárt is amnéziát kapok. No, mit szeretem mondani ezzel kapcsolatban, hogy áthaltott a piloszom? Hát nagyon sajnálom. Mennyire? Sajnos én nem láttam azt a lámpát. Csak ennyire sajnálja? Mennyire sajnálja, uram? Hát nagyon. Sajnálni annyira, hogy elénekelni egy sajnálom dalt nekünk? Így van. Hát sajnos nem tudok sajnálom dalt. Sajnos ezt most kell magának kitalálni. Így van. Most ezen a büntetés, most figyelni, hogy majd sajnálom megint egyszeket önnek. Bátorítjuk magát egy kicsit lámpával. Na jó, és mit énekeljek? Maximum egy speedboxot tudni magának mondani. Milyen sajnálom dalt szeretnék? Nem ismered semmi. Sajnálom, hogy áthatani a pilószor, vagy ilyesmi. Mehet, szájdobolunk közben. Mehet?
Jaj, de nagyon sajnálom, hogy áthajtottam a piroson. Jaj, de sajnálom. Na jó van. Nem, nem, hát nincs nagyon jó van, majd mi szólunk, amikor jó van. Ez mikor lenni a refrén? Igen, a refrént azt meg kell várni. Hát a refrén nélkül nincs dal. Mi a refrén? Mi legyen a refrén? Hát, nagyon sajnálom! Soha többet nem teszek ilyet, valami ilyet. Nagyon-nagyon sajnálom. Megbüntettek a biztos urak. Ha még egyszer átmegyek a piroson, nagyon sajnálom. Na eridjen innen, mert nagyon szeretem is, volt. Futok is, köszönöm. Szép napot, pociból. Jó napot kívánok, közúti ellenőrzés. Elnézést tudni, én adni el autó a kollega. De a szem, ez benne volt a hirdetésben, hogy szembesávba adj el az autót? Vagy nem, ő nem volt benne. Elnézést. Na most akkor mi lesz? Hát én nem tudni. Természetesen büntetésben. Bünti. Szándor csak büntetésből tanulni. Igen. Vagy ha tudnak egy orosz daltok elénekelhetik. Nem mondjuk például. Így is szúd, de tavár is se bágy. Ez jó lenni? Még egyszer, mert meghatódtam. Bár is nye, kák, nyevez vagy. Így is szudátávár is, bágy. Én lenni Putyin, imádni Putyin. Én leszopni Putyinnak kupakját, bármi. De most egy kérdés, engedjen már meg még. Egyik kérdés, hagyjék meg. Itt lenni. Mennyire szopkodnál le Putyin kupakját? Putyint bevenném tövig, még Goitit is bekapni. Ez nagyon jó, bárcsak Putyin lehetnék. Azt lennék a helyébe. Akarni Putyin lenni, mert én tudni ilyen... Na. Nyugodjon meg, uram, most majd a számát üljön már fel valahova. Az később, a szolgálat után. Igen, de mi mit csináltam? Miért kell felírni számom? Hát, valami rosszat mert, hogy csinálni? Nem, hát a putyinozással kapcsolatban érdeklődnék. Ja, a putyinozás miatt, amivel legalább egy pillanat. Na jó, srácok, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és szevasztok! Hogy